A Várvadász blog legelső és egyik legnépszerűbb kisfilmje a 2011-ben készített Várak a vértesben című. 12 évvel később a blog 10. születésnapi alkalmából kisfilmsorozatot készítettem, amely a változásokat igyekszik dokumentálni, kiegészítve néhány új helyszín bemutatásával. A vidék a honfoglalás győztes csatáit követően Szabolcs vezér leszármazottainak, a Csák nemzetségnek földje lett. A nemzetség birtokai a Vértes-hegység környékén feküdtek, annak nemzetségi alapját jelentették. A királyi vármegye rendszer létrejöttekor általában a király tulajdonába kerültek a lakatlan erdőterületek és a nyári legelőterületek, a Vértes azonban kivételt képezett. Csák nemzetség teljes egészében megtarthatta, ami a királlyal, azaz az Árpádok dinasztiájával való rokonságra utal. Markáns erődítményük Csókakő, amelynek első írásos említése 1299-ből származik. A vár lehet, hogy régebbi, de ennek ellenére innen számítják fennállását. 13.-14. századra több ágra szakadó Csák nemzetség itteni ága Anzsu Károly támogatta a magyar trón megszerzésében. De a győztes uralkodó 1326-ban megakadályozandó, hogy hatalmára veszélyes birtokkön alakulhasson ki, a dombói és nyéki uradalmakért elcserélte a várat. A Fejér vármegye királyi ispánja töltötte be egyúttal a csókakői várnagy posztját is, ő parancsolt a várbeli népeknek és a környékbeli alávetett lakosságnak is. 1430-ban a várat a rozgonyiak kapták meg, először csak élethosszíglani használatra, aztán 1453-ban 5. László már örökjogon adományozta nekik. 1490-től Csókakő ismét királyi vár. II. László előbb Korvin Jánosnak adományozza, majd Egervári Lászlónak zálogosítja el. 1515-ben Kanizsai László szerzi meg a várat, halála után viszont lányára, Kanizsai Orsolyára száll a várbirtok. 1534-ben Nádasdy Tamás kezére kerül a vár, aki feleségül vette Kanizsai Orsolyát. Csókakőt egy évvel Fehérvár eleste után 1544 májusában adja át a töröknek a vár helyőrsége. A török őrséget egy 1552-es zsoldista szerint 33 janicsár alkotta. A török hódoltság ideje alatt csak hetekre, hónapokra sikerült magyar kézre visszajuttatni a várat. 1687. október 17-én Csókakő 143 éves török uralom alól szabadult fel. 1690-ben Csókakő megszűnt erődítésnek lenni, 1695-ig még néhány török hadifogoly várbörtöneként használták, egyetlen zsoldos katona őrizte őket. Az utolsó török rab 1703-as távoztával Csókakő várkorszaka végleg lezárult. Az azt követő évszázadokban a vár sorsa a lassú enyészet és az elmúlás lett. Az 1850-es években Rómer Flór is ismerte fel a vár régészeti jelentőségét, de első felmérését azonban csak 1885-ben végezte el Könyöki József. Ő Csernó Géza követte 1897-ben. 1953-ban a várat műemlékké nyilvánították. 1956-ban jelent meg Fitz Jenő történeti jellegű kis monográfiája. 1960-ban új régészeti feltárás és helyreállítás indult, amely azonban 1963-ban félbe maradt. A 20. század második felére a gazdátlan vár igen romossá, életveszélyessé vált. 1995-ben
megalakult a Csókakői Várbarátok Társasága, és ezzel megindult a vár megmentése, újjáépítése. 1996-ban a kaputoroncsonk megerősítése, újjáépítése történik, illetőleg megerősítik a vár első mellvédfalát, a barbakán kapuját és falait, valamint újjáépítenek egy falszakaszt. 1999-ben megrendezésre került Csókakő fennállásának 700. évfordulóján az első csókakői várjátékok. 2013-ban felépült a várkápolna, a várat pedig 2017-től kezdődően a Nemzeti Várprogram keretében felújították. Jelenleg az elmúlt években feltárt dzsámi épülete van lefedve és várja a restaurációs munkák folytatását. 2023-ban a helyszín népszerű kirándulóhely. 500 forint parkolódíj leszurkolását követően a vár ingyenesen látogatható. A parkolóhely környékén büfé, várpiac, ingyenes WC, játszótér szolgálja a kirándulók kikapcsolódását. Ez a vár mindenképpen fejlődött az elmúlt 12 év során, amely elsősorban a helyi lokálpatrióta közösségnek köszönhető. Vértes egy élvezhető jellemzője, hogy kevésbé rutinos túrázóknak a helyszínek jó része viszonylag elfogadható, minőségű, erdészeti aszfaltúton is megközelíthető. Ez igaz a Csáki várra is, hiszen a vár aszfaltúton körülbelül 400 méterre közelíthető meg. A hagyomány szerint 1038-ban Béla herceget, a későbbi első Béla királyt, Csákvia György innen kísérte Lengyelországba. 1188-ban a harmadik Béla által győri püspökké kinevezett Csák Ugrin birtoka lett, aki itt is hunyt el 1204-ben. Az oklevélben 1289-ben említik először Vruslankú néven. A Csák nembeli Már közvegye és két fia, István és Péter jelenlétében a majki prépost itt foglalta írásba a hontpázmány nembeli Szegi Ivánka Komesz végrendeletét. Harmadik András 1295 után Csák Márk fia István hűtlensége miatt leromboltatta. Csák Máté halála után 1326-ban első Károly a csákoktól cserével elvette a vértesi váraikat. Az oklevélben Cset, azaz Oroszlánkeu néven szerepel. Csáki vár első említése 1440-ből való. 1473-ban Enyingi Török Ambrus és felesége, Devecseri Koron Katalin, a tulajdonosa, Mátyás király adományoként. Holá Miklós 1536-ban Hungariet Attila című művében megemlíti Oroszlánkev várát is, amelyet a településsel együtt a törökök pusztítottak el. 1543-ban Esztergom és Fehérvár elfoglalása után. A terület 1629-ben az Eszterháziak tulajdonába került. A vár romjai akkor még álltak. 1743-ban Eszterházi József telepeseinek megengedte, hogy innen vigyenek építőanyagot.
A 19. század végén Náci József plébános még az alaprajzát meg tudta határozni. A várat tompa ékalakúnak írja le, mely élével észak felé néz, és ezen a részén lejtős udvara volt. A vár hosszát 40 méter, a szélességét 14 méternek határozta meg. A bástya falak vastagsága 2 méter, átlagos magasságuk 5-7 méter volt akkor. A várról ugyancsak Csernó Géza készített alaprajzot. A 20. század 90-es éveinek második felében Terei György készített az erősségről újabb alaprajzot. A vár alaprajza, amennyire az jelenleg megfigyelhető, szabálytalan sokszög. Ezt azonban már csak ásatással lehet tisztázni. A nyugati oldalon a várfalának egy kis szakasza látható, belső helységeit azonban teljesen földfedi. Az elmúlt években azon kívül, hogy a Vértes Erdő ZRT kihelyezett egy információs táblát, semmilyen változás nem történt. Feltárásról, állagmegóvásról nincs hír. Vértes Szentkereszt bencés apátsága Pusztavámra vezető út mentén folyamatosan ki van táblázva. Akkurátus információs tábla található a helyszínen is. Egy apróság van csupán, ami említést érdemel. A júliusra tervezett nyitás csúszik, és még napjainkban sem fogad az épület együttes látogatókat. Ezt igazán kiíratták volna a lenti információs táblára, mert 8-10 látogató várakozott hiába az óránként induló idegenvezetésre. Egy biciklis házaspárt pedig én fordítottam vissza, hogy ne bicózzanak oda feleslegesen. Hát, a nőfnek van hova fejlődni kommunikációban. Az egyszerű halandók nagy része nem olvassa a honlapjukat, ha kirándulni szeretne. A Vértes várai többnyire a tatárjárás után épültek fel a 11. és 12. században. A Gerencsér várat a feljegyzések szerint a csákok építették, megközelítőleg 1140 körül, akik Szabolcs vezér nemesi leszármazottai voltak, és közeli rokonságban álltak az Árpád nemzetséggel. Mindig is várként emlegették, valójában egy 13x7 méter alapterületű kőből épült vastag torony, egy akkoriban közepes méretűnek számító középkori főúri lakótorony volt, amely 2 vagy 3 emeletes lehetett, és a becslések szerint 18 és 29 méter magasságú volt. 1231-ben Csák Miklós, aki ugrin esztergomi érsek testvére volt, végrendeletében már említi ezt a várat, amit akkor udvarhelynek neveztek, és amit ő a dokumentum szerint Lőrinc fiára hagyott. A csákoktól királyi kézre kerülése után változott lassan a vár neve Gerencsérré, amely nevet a körülötte megtelepedő fazekasokról, a gerencsérekről kapta. 1330-ban a nevét már Gerencser alakban jegyzik fel az oklevelekben. A terület részben királyi lovászok és részben a Csák nemzetségbeli Györke fia Pál királyi apród birtoka volt. Az ezt követő évtizedekben első Nagy Lajos király kedvelt vadászháza volt, és sok időt töltött itt, amelyet az is bizonyít, hogy 1346 és 66 közötti években több okiratot keltezett, majd küldött el innen. 1366. december 6-án a Gerencsér vár falai között tárgyalt és tanácskozott a török ellen indítandó hadjáratról a Velencei Köztársaság követeivel. Zsigmond király utódja, első fia Albert volt, aki alig másfél éves uralkodása után 1439. október 17-én meghalt. A magyar nemesi rendek már az 1440-es év elején harmadik Ulászló lengyel királyt hívták meg a magyar trónra.
Akkoriban a magyar korona őrzéshelye Visegrádon volt, ahol a koronát az ott tartózkodó özvegy luxemburgi Erzsébet magyar királyné a megszületendő gyermeke számára akart biztosítani. És Kottaner Jánosné komornát bízta meg a korona ellopásával. Kottanerné és Erzsébet királyné Komáromba távoztak, ahol 1440. február 22-én megszületett a későbbi 5. László magyar király. Komáromból elindulva az első éjszakát Tatán töltötték, majd Gerencsérvárhoz érkeztek. Kottanerné, aki a királyné bizalmasának számított, visszaemlékezéseiben megjegyezte, hogy a szép vadászlakban nagyon rideg és kellemetlen szállásuk volt, és azon az éjszakán ennivalót is alig találtak. A 15. század közepén, 1446-ban kapta meg a Rozgonyi család a területet. 1466-ban várként írtak már róla. 1490 után Újlaki Lőrinc, Bakóc Tamásnak és rokonainak az erdődieknek adományozza. A török hódoltság alatt még falu is tartozik a várhoz, de nem játszott komoly szerepet, és akkor már pusztulásnak is indult. Falait csak később javította ki valamelyik új birtokosa, azonban néhány évtized múlva újra romlásnak indult. 1521-ben Paksi János Tolna vármegye főispánja kapta hű szolgálatai cserébe a birtokot. A vár későbbi sorsát sajnos már nem ismerjük. Gerencsérvár 2011-ben még reményteljes jövő felé nézett. 2008-ban indultak a régészeti feltárások, ahol a torony környezetében épületek alapjait tárták fel. Állítólag egy győri illetőségű cég pártfogolta a környezetet, kis hidat és meghitt parkszerű pihenőhelyet kialakítva. Egy kisebb információs tábla is került a várhoz. 2016-ban még a Kastrumberne vándorkonferencia résztvevői is látogatást tettek falai között. Napjainkra azonban a lassú pusztulás vette át a főszerepet ismét. A híd elkorhadva, lerombolva, a toroncsónk maradványai durván benőtte a növényzet, a falakat rejtő halmokat szinte alig lehet felismerni. A Szentgyörgyvári erdészáz mögötti magaslaton található a helyszín. Balra a Csákberényve vezető túraút, míg előttünk a piros négyszögjelzés fut. Az erdészáz udvarán mohával benőve talán épp a rómaiak itt létét igazoló sírkő látható. A piros négyszögről 200 méter után a kevésbé bozótos részen kapaszkodunk fel a Koporsóhegyre. A sűrű ajnövényzetben igen nehéz kiszúrni a két gödörrel rendelkező kisebb dombocskát, amit Szentgyörgyvárnak hívnak. Az 1906-os Gerece Péter féle országos műemlékrajstom még váromként írja le, de ennek már mára nyoma sincs. Mint ahogy annak sem, hogy a területtel bárki is törődne. Sem régészeti feltárásról, sem állagmegóvásról nem érkeztek hírek, pedig a legkevesebbet erről a helyszínről tudunk. Minden esetre a helyben van kutatási potenciál, mivel a kis dombocskátor keretre egy a vadállatok által kreált beásásnyomban cserépdarabot találtam, amely a magaslat platójának teljes belakottságára is utalhat.